Barátságos szobák, tágas közösségi terek. Így néz ki az Óbudai Egyetem felújított Kandó Kálmán kollégiuma. Az épületet hivatalosan csütörtökön adták át, a hallgatók azonban már a szemeszter elején beköltöztek a kollégiumba. A ház egy épület, az otthon egy érzés. A Kandó Kálmán kollégiumi már 400 hallgatónak nyújtja azt a lehetőséget, hogy egyetemi évei alatt a 21. század körülmények között a Bécsi úton otthon érezze magát benne. A 10 éve bezárt és most újra nyitott 7 emeletes kollégium a pincétől a padlásig megújult. Teljesen átalakították a gépészeti rendszert, megszépült a homlokzat, új társalgókat, tanulószobákat hoztak létre az épületben. Ezen kívül konditerem és több számítógéplabor is várja a hallgatókat. Ebben az létesítményben 150 szoba áll a hallgatók rendelkezésére, ezek kétágyasok, illetve háromágyas elhelyezést biztosítanak. Minden szoba rendelkezik saját fürdőszobával, illetve főző lehetőséggel, kis konyhasarokkal, hűtőszekrényel, közös mosási lehetőség, mosószobákban, illetve közös konyha lehetőség, ahol közösségi életet is lehet élni. A 8000 négyzetméteres kollégium széles körű összefogás eredményeként születhetett újjá. Itt volt egy fejlesztési terv, amit a polgármester támogatott, a rektor és a kancellárasszony generált, a főpolgármester kiemelten segített mindig, és hát van egy pénzügyminiszterünk, aki pedig lehetővé tette, hogy ez megtörténjen. Az Óbudai Egyetem 260 millió forinttal, a kormány pedig több mint 3,4 milliárd forinttal járult hozzá a beruházáshoz. Ha van jövője egy országnak, az biztos, hogy az oktatásban van, a felsőoktatásban is. A kutatásfejlesztés, az innováció tud bennünket továbbvinni, tud további lendületet adni a magyar gazdaságnak. Ezért volt számomra kiemelt jelentőségű az, hogy ennek a kollégiumnak a megépítése befejeződjön. Varga Mihály pénzügyminiszter hangsúlyozta, az Óbudai Egyetem méltán a legnépszerűbb felsőoktatási intézmények egyike, amely valódi tudásközpontként kapcsolatot teremtett a tudomány és az iparvállalatok között. Szeptembertől egyébként több mint 3200 hallgató kezdhette meg tanulmányait az Óbudai Egyetemen. A 12 éves Ars Sacra fesztiválhoz első ízben csatlakozott a 8 éves hegyvidéki kulturális szalon, amely most ünnepelte új helyén az egyéves évfordulóját. E számok mögött hatalmas munka, óriási lelkesedés és egy nagyon aktív hegyvidéki közönség áll, amelynek jelentős része az idősebb korosztályból kerül ki. Nem véletlen, hogy a főleg számukra szervezett Szalon Egyetem idei szemeszterének hivatalos nyitányán egy egyházi építészeti témájú előadáson találkoztunk a kerület polgármesterével is. Azt hiszem tegnap jelent meg az egyik internetes portálon, hogy a 12. kerületben olyan hosszan, olyan sokáig élnek az emberek, mint Új-Zélandon vagy Svájcban. De ez nem csak büszkeséget ad okot, hanem teendőt is ad, mert az orvosi rendelőket úgy kell kialakítani, a házi orvosi rendelőket föl kell újítani, a járdákat olyan gondosan kell karbantartani, hogy tudjuk, hogy nem csak fürge 70 évesek járnak rajta, hanem 80-90 évesek is nagy számban. A fizikai akadályok persze nem jelentenek szellemi korlátokat. Ez jól látható a szalon közönségének egy részén, akik korukat meghazudtoló intenzitással és szellemi frissességgel vesznek részt a szalon munkájában. A vallás és a tudomány kapcsolódási területeit felvillantó Ars Sacra fesztiválhoz 4 előadással is csatlakozik a hegyvidéki kulturális szalon, ám a Szalon Egyetem is sok meglepetést tartogat, csak szeptemberben 4 alkalommal találkoznak az előadók és a hallgatók. A Szalon Egyetem órarendjének összeállításánál mindig azt veszem figyelembe, hogy az a célunk, hogy hegyvidéki nyugdíjasoknak szeretnénk tudományos, ismeretterjesztő előadásokat kínálni, és a lehető legsokfélébb, legsokszínűbb legyen ez a kínálat, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót közte. Természetesen ezért nagyon változatos a téma, irodalom, történelem, képzőművészet, pszichológia, vallástudomány. Nagyon nyitottak és érdeklődők a látogatók, lehet egy egészségügyi téma, egy orvos, egy filozófiai előadás, de akár egy kutatási szakterület. Amúgykor például egy nagyon érdekes biológiai téma volt. Tehát én azt gondolom, hogy igyekszünk a különböző tudományokat, tudományágakat érinteni, és a legkülönfélébb témákat behozni a Szalon Egyetemre. A Szalon Egyetem következő előadásainak fő témái a lelkibéke, a természetgyógyászat, a szobrászat, a zenetörténelem és az élelmiszerbiztonság.